Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, mint Vidnyét község polgármestere. Azt gondolom, ha Hámori polgármester kollégám itt lenne, ugyanezt mondaná, hogy nagyon örülünk annak, hogy ennyi év után, pár év elteltével újra felbőgnek majd a motorok itt Kapuvár környékén, Vidnyén a Cseribányában. Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetőséget adnak, hogy újra ez a verseny itt lezajlódhat majd a környékünkön. És szeretném megemelni a kalapomat mindenkinek, aki itt áll velem szembe, mert annyira hideg van, hogy ti biztos azért jöttetek, hogy hallgassátok SM-et, úgyhogy én át is adom neki a mikrofont, jó bulit, jó szórakozást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nincs a szégyenlősködés. Dobjuk fel a kezünket, gyerünk! Nem vagyok te, lepse sztár, ez K.A.P. Hollywood még. Egy dologhoz értek még, a gyerünk a repnezés, ezt irigni te. Neked aki hallgat, bízz, de aki felveszi a logomat, bízz, nem? De feled még rosszabb, hogy szori, azt jön, hogy ki az, aki kibírja ugyanazt, amit én hosszan. Kevés dolog tölted, de te közte vagy mi. Az első nap még oké, mert a friss minden meg szép is. Minden eltitolva, nem játszik semmi a fét is. Mindenki siki! Itt egyre jobbak az ismétlések, figyelj! Mindenki siki! Boros utálom, mert ismerik pedig senki. Még mindig feltvannak a kezek, figyelj! De rosszul a nem, ez szétdulanes kurú, ami levisz. Az út a bármen, ne visz az én, de már egy remix. Ki a rúgat, az esik más csak. A színpad, a nappal, imba, backstage-e, várom a közönség, a testvérem, a szintén. Fogjuk fel a kezünket és refrén! Rólunk szól, de nem mond egy más szám. De akkor is fennáll. A vissem van én, nekem. És mindenki. Kapuváron már több alkalommal is rendeztek hasonló futamokat. Mitől más ez, illetve újraindulja ez a sorozat, és hogy illeszkedik a későbbiekben az országos versenyekhez? Igen, gyakorlatilag egy olyan hagyományt vittünk át Pápolcra innen a korábbi évekből, amikor itt volt Dráva Közkupa az elmúlt 12-13 évben legutóbb, és most már Pápolc központtal megvalósítottuk, és tovább vittük ezt a rendezvényt Riverside Baha néven, és hát most az idei évben kaptunk egy megkeresést, hogy nagyon jó lenne most már a Kapuvára újra, hogyha visszatérhetne a terepfel, illetve a motorsport. És hát ennek az első lépcsője úgymond az, hogy polgármester úrral, illetve Németh Sándor úrral itt egy megállapodás született, hogy a rajtszeremóniáját, illetve az esti parkterméjét ennek a rendezvénynek most idén idehozzuk. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt beilleszteni a jövő évben, hogyan tudjuk együttműködni, és hogy merre megyünk tovább. És hogyha minden jól alakul, akkor egy talán most a tervünk az, hogy egy jövő évi önálló rendezvényét tudjon ez válni, és hát most minden erőnkön ezon vagyunk, és ezért is szeretjük volna most ezt a szép nagy ceremóniát, illetve ezt a parkfermét idehozni, hogy kapuváriak egy kicsit térjenek vissza, és vegyék fel a ritmust, és akarják mindannyian azt, hogy mi itt legyünk, és csináljuk ezt a rendezvényt, és hát azért mégiscsak egy Európa bajnoki futam, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen Kapuvárnak is egy jó jövőkép lehet. Ez az első állomás, és innentől majd megy tovább, vagy mikire módon? Az idei évben a Riverside Baha az első bajnoki futama az országos terepfelé bajnokságnak, valamint a közép-európai zóna bajnoki sorozatnak is, és hát innentől ugye folytatódik a bajnokság 9 állomása, de hát ez mindenféleképpen egy jó dolog, hogy itt nálunk Magyarországon kezdődik az első Európa bajnoki futam, illetve nyilván ezáltal a magyar bajnokság is. Említette a nemzetköziséget, hogy több országból csapatok indulnak. Melyek ezek a csapatok? Több Dakar menünk is van egyébként, Miroslav Zapletal, illetve Mihály Bán személyében, illetve motorosaink is már Horváth Laller személyében, mert többször a Dakaron elindultak, és hát a 7 nemzet képviselteti magát itt ezen a rendezvényen, és hát ezen azt gondolom, hogy évről évre csak egyre nagyobb lesz, meg egyre több lesz. Lengyelek, szerbek, horvátok, osztrákok, románok, illetve magyarok indulnak, csehek is, úgyhogy egyre nemzetközibb a futam,
nagyon szeretjük itt ezt a területet, viszonylag annak ellenére is, ugye, hogy most két napig esett az eső, ömlött az eső, ennek ellenére is járhatóak maradtak az utak, egy egészen időjárás biztosít a terület, ugye a kavicsnak, meg a kemény talajnak a következtében, de ennek köszönhetően egyébként mindjárt azt is kimondható, hogy eléggé igénybe is veszi a járműveket, úgyhogy itt sok autót, sok motort utána elég jó fel kell újítani. Tehát a következő bajnoki futamunk a Szerbiában van egy bő hónap múlva, úgyhogy van mindenkinek ideje erre. És nyilván arra, aki megnyeri ezt a versenyt. A verseny győztese ugye egyrészt egy dicsőség, hiszen egy Európa bajnoki futamot tudott megnyerni, illetve pontokat kapnak ezért, és ugye nyilván az év végén pedig ezeket a pontokat összeszámolva, összegyűjtve avattuk magyar bajnokot, és hát most éppen pont mögöttünk az aktuális magyar bajnok, Szlovákiából Bodor Robi rajtól most eléppen, és vele kezdtük el most éppen a rajtceremóniát, és hát innen megyünk tovább az összes versenyzőig. Köszönöm. Éppen ezért mit vársz a holnapi naptól, a hidegen kívül? Hát azt, hogy a Robi sikerül megszorongatni, nyilván nagyon sikerül. Így nehéz, de ideg. Köszönöm. Elmondod, hogy mindkét bukását féktávon kellett elszenvednie, tehát nem sérült meg szerencsére. És akkor üdvözlő, mint a Dakart is megjárt Lallert, Horváth Lajost, aki ugye nem csak versenyzője, hanem szakasz. Nagyon jó volt a mai szakasz, sok volt a sár, holnap már egy kicsit száradni fog, és reméli, hogy a holnapi napon tudni folytatni tudja a jó formát. Sok szeretettel köszöntöm Bolonics Nándor, kerek gumikon. Itt van. Hogy tetszik a Riverside? Valóban nem gondoltam. Itt a vége. Az összekötő szakaszok nagyon jó. Hogy érzed, milyen volt a mai futam? Hogy érezted magad? Igazából elég nagy sár volt, reggel még esett az eső is, úgyhogy azokra azért azzal kellett küzdenünk. Ma két rövidebb szakasz volt, 213 km-t mentünk. Holnap majd, holnap jön a java igazából. Ott fogunk menni majdnem 200 km-t, úgyhogy azt gondolom, hogy a verseny ezt holnap fog eldőlni. Holnap is mindjárt mindenki, vannak még. Lesznek a pályák is. Csak valamiért ott fönn beszélgettek, ugye bár? Mit vársz ettől a futamtól? Hogy érzed, hogy fog sikerülni? Tavaly harmadik lettem itt ezen a versenyen, úgyhogy bízom benne, hogy idén is fog sikerülni a dobogó. Minden esetre azért nyilván megpróbálok nyerni, nehéz lesz ezzel a brigáddal, de sajnos a megérkezik a vados mezőny, motoros mezőny, egy gyors, azt gondolom, hogy én csinos. Magamtól elvárom azt, hogy a bajnokságban szeretném legalább azt a eredményt hozni, amit tavaly. Hi Christina, how's the feeling az a lényeg, for today? Célba érünk, és nem törjük össze magunkat, és minél többet tudjuk versenyezni. A következő állomás, mitől lesz másabb, mint a magyarországi? Good luck to you. Már ugye a következő külföldi? Vagy a következő mondta, magyar? Mondta, hogy ő élvezte a mai hideg. A külföldi legközelebb Görögországba fog menni, úgyhogy azok annyiban mások, Magyarországon van egy-két-három napos versenyek, ott pedig egy hetes verseny lesz, úgyhogy azt nyilván hosszabb és nehezebb is. Egyszer-kétszer jön itt valami ebből a rövöttünk magyar verseny, a bajnokságban lévő magyar verseny, az Szerbiában lesz a következő magyar futam. Ott még nem versenyeztem, úgyhogy kíváncsian várom azt is, hogy új helyszínen. És akkor tapsoljuk meg a Szlovák Légió újabb tagját, mégpedig a 17-es rajtszámú Martin Landl. Őt azért fogadjuk nagy-nagy szeretettel, Miroslav Zapletal és Marek Sikora, ugye Zapletal több éve nyeri a magyar bajnokságot. A Dakaron is nagyon sokszor szerepelt, méghozzá remek teljesítménnyel, és imádja Magyarországot. Általában az a taktikája, hogy legalábbis tavaly ez volt, hogy egy kicsit elengedi a mezőnyt az első nap, hol 6 perc, hol 10 perc, majd utána a második nap egyszerűen megfoghatatlan és megnyeri a versenyt. Na mindjárt megkérdezzük, ha nem üt el, akkor képesek leszünk megkérdezni. Marek, ahó! És majd egyetlen egy dolog, a város polgármestere fogja elrajtoltatni őket. Polgármester úr mindjárt indulhat. 3, 2, 1. És akkor itt a következőt.
a fantasztikus, a más sportákban is bizonyító és engem mindjárt elütő Csucsukán, ne szórakozz, meg kirángatlak a kormány mögül. Nem köteleződtél itt a tereprali mellett? Igen, ez nagyon hosszú út és rövös út vezetett utány a tereprali. Én először ralliban kezdtem a pályafutásomat, akkor én azt gondolom az egyik legjobb eredmény az a korszikai győzelmem volt. Utána az Európa bajnokságon két réteg vagy tárgyban volt a másodikat, aztán átnyergeltem a rallikoszba. Az első magyarként voltam a rallikosz világbajnokságon, és ezek után pedig magyar bajnok. És akkor, ahogy hallottuk, raliban, rallycrossban, és most terepraliban. Csucsú! És az ő navigátor, a mester. Állítsuk le a főnök!